Egy újabb fagyos, poros, zajos munkával töltött éjszaka, hogy túlélőt találjanak a törmelékek alatt. A törökországi Karaman Maras városában egy tévéstáb segít, hűkamerával kutat életjelek után a romok között. De, és egyre gyakrabban, csak holtesteket találnak, és a halálos áldozatok száma egyre nő, már meghaladja a 34 ezret a két országban, és várhatóan még tovább emelkedik. Daruk, markológépek, buldózerek mozgatják a törmeléket, ez annak a jele, hogy a szakemberek úgy gondolják, a romhalmaz alatt már nincs senki, aki még életben lehet. Ugyanez a helyzet Hatay városában is, amelyet a múlt hétfői 7,8-es földrengés szinte porig rombolt. Egy helyi asszony arról beszél, hogy a földrengés utáni első három napban még hallottunk hangokat a romok alól. De most már semmit sem hallunk. Senki sem él. Az ENSZ segélyszervezete szerint Szíriában hiányoznak a megfelelő források a kutatáshoz, mentéshez. A földrengés sújtotta térségben élők úgy érzik cserben, magukra hagyták őket. A segélyek a szíriai kormány és a lázadók által ellenőrzött területek közötti jóváhagyási problémák miatt késlekednek. Ez a gond a több mint egy évtizede tartó polgárháborúban gyökerezik. A helyi polgári védelem vezetője arról panaszkodik, hogy az elmúlt 12-13 évben nem kaptak új eszközöket, még fáklyákat sem. Nincs semmink. Ha lenne felszerelésünk, százakat vagy még több embert megmenthettünk volna. Az ensegélyek egy része azért eljutott a szíriai Latakiába, és a libanoni Hezbollah síta mozgalom 23 teherautóból álló konvoja is élelmiszerrel, orvosi felszerelésekkel. A régió Bashar al-Assad szíriai elnök egyik fontos tartománya.